sárga-fehér bójákat kell keresni, ami ott van, fölakasztva. Szúró bélyegzővel kell majd a menetkartonba jelölni. Kettő dolgot fogtok kapni, egy térképet és egy menetkarton. Bischoff Tamás, az Egyesület túravezetője számolt be a programsorozatról. A bójakereső játék a Mozdulj Bonyhád program, nyári programsorozatnak a része. A bójakereső játékot már évek óta megrendezzük itt a Bonyhádi Ifjúsági Parkban. Az Ifjúsági Park területén tájfutó bójákat szortunk el, és térkép segítségével kell a játékos kedvű felnőtteknek, gyerekeknek megtalálni ezeket a bójákat. Magának a Mozdulj Bonyhád programsorozatnak az a célja, hogy kimozduljanak az emberek nyáron is, és hát mondjuk azt, hogy kellemes nyári programokat adjunk, akár gyereknek, akár felnőttnek. Itt ebben a délutánban nem csak ilyen bójakereső pályát állítunk föl, egyébként egy könnyebb pályát az óvodásoknak, ez az icinke-picinke pálya. A másik nagyobb pálya, ami a parknak az egész területére kiterjed, az pedig a nagyobbaknak a szajkó-kószáló pálya. De ezen túlmenően még ügyességi együttműködést igénylő játékokat is kihelyezünk, ilyen mint slackline, vagy deszkatalp, vagy négyszeres pecabot, vagy vakfolyosó, amit mindenki kipróbálhat kedvére, és egy ilyen szabad, laza délutánt eltölthet itt az Ifjúsági Parkban. Arra megyünk, hogy sikeresen megtalálják a bójákat. Egy kicsit az is a célunk, hogy gondolkodjanak, meg az embereknek a tájékozódó képessége játékos formában fejlődjön. A bóják azok szétszórtan vannak az erdőben, és betűkóddal vannak ellátva, viszont a térképen csak számozott bóják láthatók. Az azonosítás a térkép alapján történik. És még egy-két tévesztő bóját is behelyeztünk a pályába az izgalom kedvéért. Mozdulj Bonyhád programsorozat, ott van egy közösségi pontgyűjtő akciója, aminek keretében a minden egyes résztvevő támogathat a jelenlétével, a résztvételével egy iskolai osztályközösséget vagy egy óvodás csoportot. Ezeket a pontokat a minden egyes alkalommal regisztráljuk a programsorozatba, a kenutúrán, a futáson, a bringatúrán, ezen a bójakeresőn, vagy éppen a Tarka Fesztiválon, a Bonyhádi Barangolón is, és általában szeptemberben az autómentes napon hirdeti ki Bonyhád városa, illetve a Bonyhádi Sportcentrum, hogy melyik három osztály gyűjtött a legtöbb pontot, és ezt be lehet váltani autóbusz kirándulás kilométerekre. Egész jól bejáratott a program, tehát az emberek már hozzászoktak, hogy nyáron ez szokott lenni a bójakereső, úgyhogy elsősorban családok jönnek, mint ahogy látható itt a megnyitón is, és többen is telefonáltak, meg írtak, hogy jövünk, és mikor lesz, és már várják a programot. Ez általában egy ilyen 70-100 fő között szokott lenni, aki lejön. Reméljük most is sokan jönnek. Meg kell keresnünk a bójákat, és akkor megtalálni ezeket a pontokat, és azokkal lehet rá tűzni. Többször vettem részt ilyen csapatversenyeken itt is, és más környéken is. Nagyon szeretem, itt csapatban versenyzünk, ugye, vagy hát versenyzünk, élményeket szerzünk, a tudásunkat is tudjuk fejleszteni, térképet olvasni, és nagyon sok élményt lehet szerezni. Hát szerintem ez az egyik legjobban, ez építi nagyon a csapatot, és itt nagyon össze kell dolgozni, és figyelni mindenkire. A térképen rengeteg jelzés van, és ott
meg kell határolni, hogy most balra, jobbra, vagy hogy fogad a térképet, jó irányba fogad a térképet, ilyenek. A gyerekek és a szülők örömmel vetették bele magukat a térképolvasásba, amelynek segítségével kutatták fel a kihelyezett tárgyak helyét. A második hídnál, azaz, ez az, jól mutattátok, itt vagyunk. És hova akartok eljutni? Hát nekünk a hármas bójához. Elmehettek közben a 16-oshoz is, meg a 2-eshez is, mert ez közel van. De a 2-esnél mi véletlenül rosszat szóltunk be, és elmentünk oda, és azt mondták, hogy utána szurkáljuk be jól a többit.